Sziasztok! Szeretettel köszöntök. Jó van ez a sapka, a múltkor is úgy állt rajtam, mint görvé, mint az ökörhúgyozás. Na, hát a régi restanciámat törlesztem most, mert ugye ideje, hogy kicsit beszámoljak itt a sárkányról, vagy a szöcskéről, mert közben az lett a neve. Ez most a harmadik epizód, ha jól gondolom. Meg voltak ilyen apró cseprő videók, de most csinálunk egy ilyen áttekintőt, hiszen a kilométer számláló az most már... Ó, de imádlak. Jó, egy pillanat és mondom mindjárt mennyit mutat. Pa-pa-pa-pa. Ó, picsú, azért ment vele, 46.596 kilométert mutat. Úgyhogy most már lassan egy 20-ast beleraktam. A remek Ssangyong Rexton-ba, ami ugye nálam van még egy darabig, egy jó darabig. Ez egy ilyen félidős rezümé lesz. Most azért van nyitva az ajtó, mert ózonoztam és szellőztetek. Hát az akut ózonozás az általában működik. Itt a kis cucc, megnézzük, hogy mennyit vesz föl. Majd rájövünk, hogy ez a 200 wattos ájzat az itt tökéletesen elegendő. Oké, közben kell járatni a motort, na de hát... Hogyha nagyon kell, akkor nagyon kell, nagyjából 10 perc alatt végez az autóval. Hát itt ezeket a lógó kábeleket, ezek a dashcam teszthez kellettek, ezt feltaknyoltam rá ezt a dashcamet, amit inkább nem kellett volna, mert egy kalapszárt se ér. No de, a lényeg, hogy most 46 ezer van benne, túl voltunk a 40 ezres szervízen, és hát nyilván mindjárt megnézzük, hogy mennyibe került, meg mit csináltak. Úgyhogy ezzel elsőként kezdjük, jó? Mi más nem hattam ki semmit, ja, mindjárt előveszem a telefonom, nézd már itt egy gaj. Hát igen, azért járunk vele néhol terepen, ezt mondjuk sínli a fólia, de na. Azt mondja, hogy itt vagyunk, Ssangyong Rexton G4, hát nem sok látszik belőle, srácok, de annyi legyen elég, 40 ezeres garanciális karbantartás. Ez volt 2020. május 19-én. Castrol Edge motoroly 6 liter, 35 ezer olajszűrő, 7500 levegőszűrő, 10, pollenszűrő 16, az azért nem olcsó. Üzemanyagszűrő, nagyon fontos, gázolajos autó, 41 ezer, fékolaj cserecsomag, és első differenciál olaj Castrol 7700, 1,4 liter kell bele, plusz a munkadíj, az 24 ezer, 165 ezer 808 forintra jött ki a 40 ezeres szervíz. 40 ezernél szerintem az annyira nem vészes, meg főleg úgy, hogy ugye azért szét kellett szedni úgy az első diffit, azt ki kellett benne cserélni az olajat, de hát ez van előírva, akkor ez van előírva. Hát gyűlt a tapasztalat, egy biztos, a családom nagyon megkedvelte, és a Szabó Foli által rádekorált szöcskéről meg is kapta a nevét, úgyhogy ez lett a szöcske. Most sorba akarunk menni, akkor azt mondom, hogy az AT Maxxis gumik remekül teljesítettek, tökéletesen futnak aszfalton is, egyáltalán sehol nem akadtam el vele, pedig azért volt itt sár ebbe a kerékjárat ívbe nem egyszer. Kicsit nézzük meg, hogy mi az, ami elfogyott, megroppant, elkopott. Hát először is a leglátványosabb ugye ez, hogy így zömül az ülés. Ugye itt ül be Pityu, aki, hogy is mondjam, nem a kokó súlycsoportjába boxol, ezt itt azért meg tudom rogyasztani, amikor bemászok. Ez az egyik ilyen dolog. Hát ahogy azt megjósoltuk, karcolódik azért helyenként, bár itt talán nem is, de itt, ahol a motyót tartom, meg itt, ahol van a minden, itt azért karcolódik ez a zongoralak. Ő anyám, mi is volt még, ami olyan... De. Jó, ezt a deskemet ezt fel kellett ráoperálni, de igazából egy kínszenvedés volt. Ami még olyan volt, az a másik oldalnak a gumikédere. Ez itt rendre, jól látjátok, kifittyen a sínből. Még nem szántam rá magam, hogy egy kis szélvédő ragasztóval visszaoperáljam, és hát amikor a gyerekek húzogják az ablakot, akkor azért jól látszik, hogy helyenként elenged. Nem folyik be a víz, meg semmi, meg nem is zajos, csak,
Csak észrevettem, hogy valahogy ilyen hülye itt, itt az ablak vonala. Nagyjából ennyi a probléma. Hát itt ugye belaktuk. Nagyon jó dolog ez a kis inverter, ez már sokszor segített. Megjött a legújabb lemezem Angliából. Alkalomattal használtuk már 7 ülésesként is, ugye innen is üdvözlöm Fáraó barátomat, egy buliból hoztuk haza őt és a kedves családját. Elviselték, egyáltalán semmi bajuk nem lett tőle. Rengeteget cuccoltam vele, ez nagyon-nagyon jó, hogy lényegében, hát most majdnem azt mondtam, hogy olyan, mint a jó örömlány bármit lenyel, de tulajdonképpen tényleg ez történt. A nagy IKEA szekrényhez már le kellett dönteni az üléssort. Ami még negatívum, hogy bármennyire is pokrócoztam ki, a pokróc most amúgy épp mosás alatt van, azért ide, ha erre a kárpitozott részre nehéz dolgokat teszel, mondjuk Mercedes váltó vagy ilyesmi, akkor azért össze tudja kárcolni itt a műanyagot, itt is látszik, meg itt is, viszont nagyon örültek neki a harmadik üléssorban ülők, hogy szabályozható a klímájuk nekik is. Itt szokott még, látjátok, itt megint ez a kéderpara van, hogy így a kéder rácsúszik, vagy alá tud fordulni ennek a műanyag elemnek. Ezt így néha meg kell igazgatni. Elég szépen. Na, meg jó, hogy észrevettem most is. Így. Másik oldalon nem. Ez mindig itt van. A bukósisak mindig kell, már sose lehet tudni, mikor ülünk, most épp egy céges 3 napos leülésre megyünk. Laptop, gitár, ott van a deskemnek a doboza, a gokartnak az olaja, a mini kutyának a kis fekvője. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon praktikus. Ez, hogy 60 kilót bír, ez elbír 100-at is. Szia! Elbír 100-at is, szoktam rajta ücsörögni, és akkor ott vannak az indítókábelek, meg mit én tudom, milyen díszlécek vannak még ott. Innen néha hiányzik nekem a második kapaszkodó, mert jobbkezes vagyok, hogy jobb kézbe viszem mindig a nehéz cuccokat, és ilyenkor macerás lecsukni, de hát zakson. Egy-két helyen azért már megkezdte a fóliát az élet, itt, de hát ezért raktuk rá, hogy ne sérüljön a kaszni. Itt a kilincsnél is egy picit, meg itt az elején, ahol azért kapja a gályakat, meg a mindent, hát most így nem tudom, de az előbb láttam. Amúgy nagyon-nagyon praktikus dolog, hogy magasan vannak a tolatószenzorok, illetve a parkszenzorok, ezért nehezen koszolódik, még soha nem volt olyan, hogy kiírta volna, hogy nem működik. Nagyon-nagyon fontos, iszonyúan jó világítanak a lámpák, és hát a felnik azok azért kapják az ívet, de valahogy ilyen masszívnak tűnnek, meg masszívak is. Soha bajom nem volt vele, most felnyitom a géptetőt, hogy bár őszinte leszek, nagyon régen nem tettem meg, nem tudom, mit találok ott. Mert ezek ilyen dolgok, amik tudjátok, amik menet közben derülnek ki, mint például az, hogy na, hát azért látjuk, hogy bizony, papó azért néha belemegy a ganajba is vele, és ki is jön, és hát azt is látjuk, hogy jó régen volt már felnyitva, pedig ezt illik takarítani, mert a lefolyót eltömíti. Na, meg jó, hogy felnyitottam, köszi, hogy itt vagytok, mert most itt már szépen átdugom az üvegkefét a lefolyón. És kipucoljuk. Nagyon pluszos, pozitív, nyilván terepjáróknál ez illik is, hogy jó nagy legyen az ablakmosó tartály. Lövésem sincs, mikor töltöttem újra, de most már ezt is innen kiszedem. Gondolkodom azon hirtelen, hogy mi az még, amit kérdeztetek, üzemeltetési költségei. Hát nem volt ez a 160 ezres szerviz, azóta meg lényegében tankolom. A fogyasztásom az sehogy se tud 10 fél alá menni, de nem is törekszem rá. Nem azért, kicsit sáros, milyen legyen. Ilyen, nem akarom lemosni. Ott már valami állat nyomait vélem felfedezni, bár eddig nem vettem észre rajta lábnyomokat, de már állítom a kutyát, remélem nem valami védett szar. Na. Szóval nagyon jó a helykínálat, tényleg jó benne utazni, elférünk. Külön jól jön ugye az állítható üléstámla. Itt hátul tudnak akkor nyerni helyet egy jó pár centit, meg ugye tudjuk előre-hátra mozgatni az egész sort,
ami mindenképpen dicséretes, amikor heten voltunk, akkor azért erre szükség volt. Ami még feltűnt, hogy most, ahogy hidegebbek vannak reggel, be is ülök, most, ahogy hidegebbek vannak reggel, most azért, most nem mert meleg, de hangosabb, még be nem melegszik, egy kicsit hallani ezt a nagy nyomású dízel kattogást, de amúgy tökéletesen szuperál. Jól látjátok, már mindjárt nézem, 10-8 a fogyasztás most. Figyeljetek, nem könnyű autó, nem járunk vele lassan. Ez ennyit csinál és ennyit is tud. Lejtmenet vezérlőt azt szoktam használni, amikor a telekről lefelé menet nincsen kedvem, állom a féken sokat. Ki is kapcsolom itt ezt a hátsó 220-at. Hát itt a kábelei vannak ennek a Navitel márkájú botránynak. Tetőablakot azt nagyon ritkán húzom el, igazából leginkább soha. Jó, jön a szemüvegtartó, azt is aktívan használjuk. Itt van a kis fertőtlenítő. Mondjuk ennek néha, könyöklőnek, hogyha állítható lenne a fedele, annak örülnék hossz irányba, de ennyi baj legyen. Amit kiemelnék még, hogy nagyon jól működik benne az Android Auto. Tényleg bármilyen telefont rádugsz, azonnal ugrik, sípol, fütyül, pasztelszínek térhatás, ahogy azt a Göbös Zsolti mondaná. És meglepő módon jó a hifi. Mondjuk tény, hogy nem Vivaldit hallgatok, mert nálam a klasszikusok, az Alice in Chains, meg a Stone Temple Pilots, például a Plush az úgy szól, mint az álom. Most nem akarom megmutatni, mert a YouTube le fogja tiltani a videót. Az Autoholdot azt mindig használom, mert nincs kedvünk a féken állni. Magától behúzza a kéziféket, hogyha P-be teszed. Nem is tudom mit. Hát nyilván a gumiszőnyeg, akinek gyerekei vannak, azt tudja, hogy az egy nagyon-nagyon praktikus dolog. Tempomatozni szinte egyáltalán nem szoktam. Német autópályán amúgy, hogyha nyilván nem éri el a limitert, a fordulátszám 3500-nál leszabályoz hetedikben, akkor ilyen 186-190-et tud. Hatodikban ugye tovább engedi forgatni. Most nem azt mondom, hogy atomstabil, mint egy Gallardo, vagy egy faros Porsche az úton, de azért messze van attól, hogy leessen, teljesen elégedett vagyok. Az aljáról semmi nem hiányzik, hát nem is tudnék mutatni nektek itt gyerekek. Elégedettség van. Hát a mérete miatt ugye az limitált, mert az én parkolóhelyek zömére úgy kell bepajszerolni, de így, hogy nyár volt, meg víruspara volt, meg minden, meg sokat cuccoltunk, meg jött-ment a család, az így nagyon-nagyon megkedveltük. Sőt, hogyha a gyerekek hallják, hogy megyünk valahova, az első kérdésük az, hogy a szöcskével, a második meg az, hogy a lakóbusszal. Szóval igazából már egy kicsit a lakóbusz elé is van helyezve, azért, mert rengeteg benne a helyük hátul. Nagyon jó, hogy ilyen kicsit sötétített az ablak, hogy nyugodtan tudnak benne szundizni, és tényleg megfogja a hőt. Nem is tudom, mit mondhatnék. Hát a fékcsere, az kellett, főleg elől. Ugye előtte volt egy jobb kormány összekötő cserénk, de nagyjából ennyi, hát 46 ezer kilométer alatt azért még nem kellett volna, hogy kiderüljön semmi olyan. A motorja erős, önmagához képest is. Amúgy ez a 180 valahány ló, meg az a 400, nem tudom mennyi newtonméter, azért az kijön belőle. Amikor, hát kicsit a váltó akkor lassú, amikor így kitoladtok az útra, és D-be húzod, és mennél előre, akkor azért gondolkodik, hogy akkor most mit kívánsz kisgazdám, de ezt leszámítva egy elég kényelmes cucc. Hát nem tudom, mi lesz a Ssangyong jövője, mennyire maradnak meg Európába, de aki, úgy gondolom, hogy aki G4-es Rexton-t veszi, én nagyon-nagyon sok ismerősöm meg barátom ült már benne, vittem őket, és ha a reakciók 60%-a az volt, hogy egész jó, csak a márkájel. Erre mindig azt mondom, hogy nem fontos a márkájel. Hogyha a tárgyaidon keresztül ítélteted meg magad, meg méretteted meg magad, akkor nyilván fontos, de ha nem, akkor ez egy teljesen elfogadható mindennapi autó, hát leszámítva, hogy a méretéből fakadó hátrányokat azért megszenvedi az, aki akarja, de nem egyszer volt már olyan, hogy mivel rendes alvázás, meg rendes hasmagassága van, azért gond nélkül átléptem ott, ahol más nem. Meg kiálltam helyekről, meg beálltam helyekre. Szóval ezért tisztességes. Tisztességesen elvégzett munka, nyilván rozsdának nyoma sincs, terepen is egész jó teljesít.
Csak a bogarak azért szeretik. Nagy homlok felület, ez igazi létcsapda. Na hát ennyi, ennyi. Amikor cuccolni kell, akkor azért mindig jó, ha itt van. Bármi kérdésetek van, vagy valami, akkor tegyétek fel. Én tovább használom még, nagy-nagy elégedettségemre. Nem tudok jobb tesztet ennél, hosszú távon. Mindenhova elvisz, mindenhonnan hazajön. Még egyszer nem szálltam ki belőle, úgyhogy jaj, de fáj a derekam. Azért az nem mindegy. Szevasztok!